A Rákóczi szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabezdéden 2023. június 16-án. A helyszínen láttam egy állig felfegyverzett kuruc és huszár hagyományőrzőt, Piroska Jánost. Megkértem, röviden mutassa be a nézőknek az élethalál harcokban használt eszközöket. János, Piroska, ja, Piroska most János. Eredetileg az a jelentés, a régi ősi tiszteletben eredeti székely név. A kavégzési nevek székely eredetűek, tehát az ősökhöz tartoz a mély is. Aztán a múltkor olvastam már, hogy fényezem egy kicsit magam, a legendáriumot, és az egyik Piroska együtt vadászott István királya. Értem. És akkor megátkozta a fősámán, vagy a főtátos, a családokat, hogy mindig győzöl, de sose lesz egy győztes. Mióta tetszik már huszár lenni? Hát most csak tiszteletbeli huszár vagyok, amúgy gyalogos, illetve tűzér területen tevékenykedem. És hogy kezdődött ez? Hogy tetszett kapcsolatba kerülni vele a huszársággal? Kicsit beszélőkkel indulnom. Érdekelt, először a honfoglalással kezdtem el foglalkozni, és akkor indultam el ezen a pályán, ugyanis kíváncsi voltam rá, hogy amit használtak fegyvereket, hogyan használták. Ugye ezt akkor tudja az ember kipróbálni, hogy kezébe veszi. Megnézi, megforgatja, hogyan kezelték. Innen indult el a folyamat, és akkor a honfoglalástól egészen 1848-ig jutottam jelen pillanatban. És ennek megfelelően vannak a koroknak megfelelő fegyvereim, és gyűjteményem alakult már ki. Ha megengedi, akkor egy anekdotát elmondanék. Igen. Nálam ott a szomszédok úgy tartják rólam, hogy ha Jani bácsi behív egy nőt a lakására, akkor nem a bélyeggyűjteményt mutassa meg, hanem a fegyvergyűjteményét. Na, akkor kezdeném szép sorba a dolgokat. Ez egy harci csákány, a könnyű lovasok kedvenc fegyvere volt, a lengyelek el is birtokolták tőlünk, ők is kedvenc fegyvereik között használják. Általában múzeumokban azok a darabok maradtak meg, ők nem csak használati eszköznek tekintették, hanem csak fegyvernek tekintették. Nálunk ugye ez egy ősi fegyver tulajdonképpen, ez magyar találmány, ugyanis eredetileg ez egy baltából alakult ki, akkor lett annak a fok részével együtt, akkor mai napig is kihasználjuk, fokos. Na, szóval az a lényeg, hogy az elején elfelejtettem mondani, hogy az én házam, az én váram. Na most, ha támadás éri a váramat, akkor valamilyen eszközzel védeni kell. Na most mi található egy házba, egy várba? Hát ugye először a balta, az kéznél van. Vagy egy kés, vagy egy kasza, és ezekből alakultak ki ezek a tökéletes fegyverek. A fokosok, vagy ez a harci csákány, ez a baltának az eredeti fegyvere. Ez magyar találmány, a fokos, tehát az honfoglaló őseink is hozták magukkal, és mindig a célnak megfelelően alakították ki. Ha meghagyták a balta részt, és akkor a harcnak megfelelően változtatták, vagy alakították a fegyvert. Azt tudni kell, hogy 15 centi, vagy 40,5 centi a tüske még nem okoz halálos sebet az embernek, mert a 4,5 centire vannak a szerveink. Na most, ha ettől hosszabb, akkor már fegyvernek minősül. Na most azért alakították ki így a fokost, a fokrészt azért mutatták meg, hogy a korabeli páncélokat át lehessen vele ütni. Kis kitérőt kell tennem, a linci csatába feljegyezték, amikor Napóleon Kutuzov találkozott, linci csatába, és egy francia vértes találtak a harcmezőn, és a páncélján találtak egy lukat, és lefejtették róla a páncélt, hogy kiveszik belőle a lövedéket, nem találtak benne, és utólag derül ki, hogy magyar huszárokkal találkozott, és azok küldték át a más világra a vértest. Tehát ezzel ütötték át. Na most azért éves a tüske, hogy ütésnél ne fékezze, hogy jön le, mindig ugyanazon a pályán mozogjon. Tehát kör alakú pályán. Az más kérdés, hogy a betyárok, mikor verekedtek a fokossal, akkor onnan eredez a mondásuk, hogy összeakasztjuk a bajuszt.
Tehát ezt a bajuszrészt összeakasztották, és akkor ha ügyesen forgatták, akkor le tudták az ellenfelet fegyverezni. Vagy pedig gondolkodásra készíteni, mert ugye ha megfogja vele ezzel a tüskével a másiknak a fokosát, akkor addig néztek, míg meg aztán meg nem egyeztek. Tehát nem volt muszáj vért ottani, hogyha olyan gondolták a dolgot. És a jó, más egyéb? Hát ezt ez a fokos, a balta, aztán később alakult bárdá, meg fejszévé, tehát mindig a célnak megfelelően alakították. De hát az a lényege, hogy azért alakították ezt, hogy a páncélt át lehessen vele ütni. És a kardról mit kell, igen? A magyar könnyűlovasok ezt kedvelték, és nagyon hatásos fegyvernek bizonyult, úgyhogy rettegtek is tőle az ellenfelek. És a kardról mit kell tudni? Na most a kard egy kicsit nyelvészkednem kell, mert a kard, a magyar nyelv szerint a kardnak a folytatása a kard. Na most igen ám, csak a kard meg a szabja között az a különbség, hogy a kard mindig egyenes, a szabja meg íves. Tehát ezzel a karddal szúrni és vágni lehetett. A szabjával vágni, tehát szabni lehetett. Azért olyan íves, hogy minél hosszabb sebet lehessen ejteni, és minél mélyebbet. Ezért íves. Az más kérdés, hogy van rajta a fokél, az meg az a szerepe volt eredetileg, hogy ha csontok közé szúrva az ember a szabjával, akkor könnyebben vissza lehessen húzni. Mert ha a fokél beszorul a csont közé, akkor nem lehet kihúzni, vagy legalábbis akkor akadályozza a további harcba a húszát. Ez speciál kulcs könnyűlovas szabja. Az első darabok Erdélybe készültek, és úgy terjedt el ez a típus. Mert annyi a különbség, hogy eredetileg ugye csak van egy keresztvas a kardon, a szabján meg van egy ilyen kézvédő is. Láncot meg később aztán egybe készítették, ennek az a szerepe, hogy védje a kézt. Értem. És ez miért? Ez a legjobb minőségű acél, ugye? Igen, ez... igen. És a pisztoly? Pillanat. Igen. Tehát az a lényege a dolognak, hogy úgy van, ebben nincsen úgynevezett vércsatorna. Annyit el kell mondani, hogy van egy ilyen könnyítés a kardokon. Annak az a szerepe, hogy ne legyen merev a pegge. Tehát a szabja úgy van, hogy rugalmas legyen. Tehát harc közben ne törjön el. Hát ez szabja akkor. Ez szabja. A kardnál meg azért van a könnyítés, hogy az se törjön el a harc közben. Értem. De a szabjával nagyon nehéz vívni. Külön technikája van. A kardnál meg azt mai napig is használják a francia vívók ezt a módszert alkalmazni. Mit kell tudni a pisztolyról? Na a pisztolynál ugye eredetileg a lőfegyverek, mikor a kémiai anyagok bejöttek, tehát a fekete lőpor, akkor a kanócos muskétát használták, majd van az autóban egy, majd megmutatom. És akkor, de az nehézkessé vált a kézi fegyvereknél, tehát a könnyű közeli harcokhoz. Ezért egy szerkezetet szerkesztettek a lőfegyverre, eredetileg egy ágyú, ez kis ágyú tulajdonképpen, csak kézben használható. De több változata van a keréklakatos, van ez a kovás, meg van a csapantyús típusok. A csapantyús még 1848-ig használták. És milyen messzre lehet ezzel előni? Milyen távolságon? Na úgy tanították az eredeti pisztolyon, a sima, ez mondjuk annyiból változatos, ez huzagolt csövű, ez körülbelül 30 méterig pontos. Ha a sima csövű lenne, úgy tanították, hogy ha a lövéskor az ellenfél szakállát elérte a füst, akkor lehetett bele cél találni. És ez milyen vastag ruházatot lehetett ezzel átlenni? Most azért terjedtek el a lőfegyverek, mert bármilyen páncélt át lehetett vele ütni. Értem. Tehát nem kellett külön fizikai erő az, hogy páncélt, akármilyen tehát vastag volt, ezzel át lehetett lőni. Fontos szerepet töltött be, és ez hamar működésbe lehetett hozni. Igen, igen, és akkor elő lehetett készíteni, ha megtöltjük, felporozzuk, igen. Le lehet zárni, tehát üzemkész állapotban lehet helyezni. És ha szükséges, akkor csak fel kell húzni. És hány történt lehet kilőni ezzel, vagy csak percenként? Egy lövető a pisztoly. Mikor kilőjük, akkor újra tölteni, lőpor, folytás. Ez mennyi idő kell ez? Mondjuk harc közben mennyi idő? Hát attól függ, hogy... Hát a gyakorlatú függ, de
volt, mikor egy fél perc alatt újra tudtak tölteni. Na most a huszárok azt találták ki, hogy kettőt vittek magukkal. Igen. A közelhasznál, ugye ha még kilőtték a pisztolyot, addig még távol lehetett tartani az ellenfelet, a nyerekkápa előtt volt két pisztolytartó. És akkor meg volt egy karabélyuk, az meg még közben, az meg távolabbi lövésekre lehetett. 30-40 lépés, ahogy mondták annak idején, de azok sem voltak pontosak. És manapság hol lehet ilyenekhez hozzájutni? Gyártanak még ilyet? Most vagy? Nekünk hagyományozók saját, ugyanúgy, mint a japánoknál, a szamurájoknál, saját fegyverkovácsaink, fegyverműveseink vannak. Na most az a nagy bánatom, ezt el kell mondanom, hogy itthol Magyarországon nem gyártanak csöveket. Értem. Úgyhogy külföldről szerezzük be, ez például amerikai gyártmány, a muskétám az meg angol típus. Értem. Több ilyen fegyvert tetszik otthon tartani. Igen, igen. Hát egész gyűjteménye van. Ahogy mondtam, az anekdotát tartják rólam a környékbeliek, úgyhogy én behívok egy nőt a lakásomba, akkor nem a bélyeggyűjteményen húzom, hanem a fegyvergyűjteményen. Füske tetszik rá lenni, és erre egyáltalán a hagyományokra, meg a magyar hagyományokra, a magyar történelemre és a huszárokra. Igen, igen. Tehát ahogy elmondtam, hogy tulajdonképpen az indított el az úton, hogy kíváncsi voltam rá, hogy hogyan használták ezek a fegyvereket. Na most ugye, ha idő nem mindig van az embernek, de hogyha kíváncsi rá, akkor ha saját fegyverem van, akkor veszem elő, mikor gondolom, és akkor és sok kipróbál. sok kutató munkát igényelt? Ez nagyon sokat kellett, mire eljutottam, hogy hogyan is kell kutatni tulajdonképpen. Igen. És most már működik a dolog. Az más kérdés, hogy mivel hogy ez, ahogy mondtam, ez húzagolt csövű, úgyhogy tagja vagyok a Hajdúböszörnyi Lőegyletnek, és akkor lőtéren gyakorolunk ezekkel a típusú fegyverekkel. És meddig lehet ezt csinálni, ameddig a szíve dobog, ameddig élni tesz? Úgy, ahogy mondja. Úgyhogy, ha bár most már vigasztalódok, mert már az unokáim már kezdenek irabolni. Na, kezdjük. Már veszik elfele tőlem a fegyvereket, és most már ők is gyakorolnak vele.